Felszabadult örömmel kezdték meg a fiatalok a strandszezont. A medencék múlt hét óta várják a fürdőzni vágyókat, de a forgalom a jó időbe köszöntével növekedett meg leginkább, mondja a Városgondokság csoportvezetője. Olyan 152 ember regisztráltunk csak azon a hétvégén, de hál' Istennek hétfőtől kezdődött a jó idő, jött a melegedés, ránk tört a kánikula, és az országosan is elrendelt hőségriadó miatt igazából mi is ezt követve szerdától egészen szombat estig meghosszabbítottuk a nyitvatartásunkat, és egy órával tovább, 19 óra helyett 20 óráig várjuk a vendégeinket. Ez az asszony idén először látogatott ki a strandra. Azt mondja, a panel 8. emeletén elviselhetetlen ilyenkor a hőség, ezért úgy gondolta, a medence partján tölti a napot lányával. Ráérünk, a mai napot erre szántuk, meg azt mondták, hogy ma lesz a legmelegebb. 35 fokot a 8. emeleten nagyon nehéz kibírni. Nekem csak 11 óráig sütöd a nap, de az alatt is eléggé felmelegszik annyira, hogy nem lehet kibírni a lakásban. Az óvodában elkezdődött már a nyári szünet, nem volt kérdés ennek az anyukának az, hogy hol töltsék a napot. Anya és lánya nagyon élvezi a vizet. Nagyon szeretjük, amióta fellett újítva, mert tényleg nagyon gyerekbarát lett, és nagyon szeretjük ezt a kis medencés részt is, hogy kicsit szabadabban is tud mozogni a gyerkőc. A hőségriadó miatt a strand szombatig este 8-ig lesz nyitva. A belépők árai 2 éve nem emelkedtek.